Hát a síros pillanatokat annyira mi nem feledjük, legalábbis férfiak, hogyha nőkről van szó, és pont ezért nem hiszem, hogy ezeket elfelejtjük, ezeket a dolgokat, hogyha egy kisgyermek sírva fakad, akkor bizony őt megsajnáljuk, automatikusan elkezdjük vigasztalni. Én gondolom ez valamiféle génkóddal lett kapcsolatban, hogyha egy fiatal, törékeny hölgyet látunk, és szerintem nem kell, hogy törékeny legyen, hogyha egy gyönyörű hölgy, vagy akár nem gyönyörű, tehát tök mindegy, hogy csúnya vagy szép lány elkezd előttünk pityeregni, akkor is ugyanezt a reakciót kezdi szerintem kiváltani belőlünk. És ugye felmerül ilyenkor a kérdés, legalábbis azoknak a fejben, akik kicsit túl kombinálják a dolgokat, hogy ez most manipuláció, vagy nem manipuláció, hogy a nők bevallottan is gyakran azért a sírással, mint eszközzel, mint egy fegyverrel el szeretnének érni ezt-azt. Tehát, hogy pontosan ez hogy néz ki, és hogy mondjuk működik-e ez a fegyver, vagy hogy nem működik, vagy hogy mennyire gyakran alkalmazzák, hát erről egy biztosan többet tud mondani, úgyhogy itt is van velem Keresztes Attila a telefonban, most már megszokott vendég itt a Rádió Café 98-at kávé darálójában. Szia! Szia, köszöntök mindenkit! Hogy néz ez ki? A nők mennyire, akár tudatosan, vagy tudattalanul, mennyire akarják vagy a nőtársaikat, vagy a férfiakat manipulálni ezzel az eszközzel? Hát abszolút ez is működhet, bár én azt mondom, hogy vannak férfi tulajdonságok és női tulajdonságok, és lehet, hogy egy férfi nőies, egy nő férfias, hát nyilván ez benne van. A lényeg az, hogy máshogy működik a férfi meg a nő, ahogy ismerik azt a régi viccet is, hogy a nő mindent akar egy férfitől, a férfi pedig egy valamit akar, de azt minden nőtől. Tehát ebből viccen kívül, ebből kiindulva azért a régen, ha belegondolunk, a férfinak az volt a dolga, hogy az állatokra vadászon, és hogy legyen valami vacsora estére. Tehát nem arról szólt, hogy az érzelmét kifejezze, nem arról szólt, hogy ezeket kiadja magából, megbeszélje, hanem arról, hogy ő tényleg férfiasan helyt álljon, harcoljon. A hölgyeknek pedig az érzelmi intelligenciájuk általában fejlettebb szokott lenni, éppen ezért, elnézést a férfi társaimtól, de ez az igazság, éppen ezért, mert ők sokkal jobban ki tudják általában fejezni az érzelmeiket, hiszen megbeszélik azt, kiadják magukból, stb. Stb. És ez egyfajta érzékenység. Mi a helyzet, hogyha sírásnál maradjunk, ezek szerint akkor, hogyha mondjuk nem lenne ez a társadalmi beidegződés, hogy a férfiak kemények és izmosak és vadásznak és mit tudom én, berúgva röhögnek a haverokkal, és nem látjuk őket sírni, mert az férfiatlannak tartjuk. Mit lát a pszichológus? A több férfinak van mondjuk érzelem visszafolytási problémája emiatt, mint nőnek, vagy sem? Tehát, hogyha nem lenne ez a társadalmi beidegződés, akkor a férfiak ugyanannyit sírnának, mint a nők, vagy nem? Te mit látsz? Én azt látom, hogy általában az igaz, hogy tényleg a férfiaknál, de hangsúlyozom ötször, hogy általában igaz, hogy az érzelmeiket nem merik annyira kifejezni. Én nem szeretek soha így általánosítani, egyébként én még mindig az emberek lelkét nézem, mert az az, ami meghatározó, és elcsúszások mindig lehetnek, de mindig látnunk kell a lehetőséget, hogy mit lehet kihozni egy emberből, mi az, ami mögötte van. Vagy nyilván itt arról van szó, hogy tényleg máshogy működik a jobb, meg az agy, a bal agyféltekét, hogyan használjuk, ismerjük ezeket, ugye a parkolás például, stb. Stb. Nyilván nem lehülyézni kéne a másikat, hanem csapatunkra lenne szükség. Hát mind a kettő ugyanolyan értékű, egyenrangú, és ki kéne egészíteni a kettőt. Ez az a fontos. Én erről tettem vissza a témát a sírás felé, mert folyamatosan kerülöd ezt a dolgot, de hogyha mondjuk átlagot akarunk vonni. Tudom, hogy nem lehet, mert minden ember más, minden lélek más, de mondjuk a hölgyek szerinted, hogyha mondjuk azt hiszük, hogy van az összes sírás, ami 100%, ebből szerinted mennyi manipulatív? Nagyon sokszor előfordul ez is, ami egyfajta érzelmi zsarolás, hogy most ez milyen arányú, azt nem tudom megmondani. Mert nyilván akkor ezeket vizsgálni kéne, meg kontrollcsoport, stb. Stb. De a lényeg az, hogy bizony sokszor előfordul az, hogy mindenki azt az eszközt használja, ami a repertoárjában benne van. A férfi lehet, hogy elkezd dühöngeni, és idegbeteg lesz. A hölgy pedig nem így éli meg, hanem ő pedig elkezd sírni, és így hat a férfi társára. Tehát érzelmi zsarolás tulajdonképpen, amiről beszélünk. Okay. Most nekem ez van a repertoáromban, hogy sírok, most arra manipulálok, hogy be kell, most fejezzük ezt a beszélgetést. De köszönöm, hogy tudtunk beszélni, kellemes napot, és úgyis jelentkezünk még, hogyha valami pszichológiai tanácsra van szükségünk. Szevasz! Oké, köszönöm én is, szia! Ő volt tehát Keresztes Attila. Felétek is szól a kérdés. Lányok, beszoktátok-e vetni a sírást, mint fegyvert? A fiúk felé pedig az a kérdés, hogy bármiféle hatással van erre.
nálatok a női sírás. 0629986986, ez az SMS szám, rádiókafé@radiokafe.hu, pedig az e-mail cím, ide várom a hozzászólást.